És akkor a mai adásban látszólag arról fogunk beszélni, hogy megérkezett az új iPad Pro, amiben egy rakás újdonságot mutatott be az Apple, de valójában tökre nem erről fogunk beszélni. Vagy nem úgy. De gyorsan vegyük át először az újdonságokat. Köszönjük az iStyle-nak, hogy biztosította a tesztre ezt az eszközt. Szóval a 2018-as modellhez képest egy új processzor került bele, az A12X helyett az A12Z, és az Apple az, hát olyan nagyon-nagyon nem határozta meg, hogy mi is a különbség a kettő között, de amióta megjelent az eszköz és módunkban volt kipróbálni, rájöttünk arra, hogy semmiben. Szóval, hogy az alap teljesítmény az pontosan ugyanaz, viszont egy grafikus maggal többet sikerült ebben engedélyezni, ami azt jelenti, hogy az ilyen grafikus alkalmazások esetében nagyobb teljesítményre számíthatunk. Geekbench 5 alapján ennek a vékonyka kis tabletnek a teljesítménye az gyakorlatilag eléri a 21,5-szoros 6 magos 3 GHz-es iMac-ét, és egyértelműen elnyomja a 13 colos MacBook Pro-t, sőt a kivezetése került, de egyébként még mindig bitangerős 15-ös MacBook Pro-hoz is, hát meglehetősen közel van, vagy kb. Ugyanott. Ez a teljesítmény így 2020-ban már nem akkora csoda, mint amekkora 2018-ban volt, hiszen azért a versenytársak is elkezdtek felfelé jönni, de még mindig baromira le vannak maradva. Szóval csak azért nem akkora csoda, mert már megszoktuk ezt az eredményt, és mert folyamatosan elvárjuk a nagyobb teljesítményt, de a bőven elég kategóriát sokszorosan elégíti ki ez a továbbra is mondom, rettenetesen vékony kis gép. A formája nem változott, de ez nem is baj. Baromira sikerült eltalálni, hogy az ember mit is vár egy tablettől, és az az igazság, hogy az iPhone-tól is valószínűleg sokan várnánk ezt a kicsit szögletesebb kialakítást, amit egyébként ugye már megismerhettünk, szóval ez a gép egyértelműen rímel a 4-es meg 5-ös iPhone-ra, ami szintén ilyen szögleteske volt, és hát gyakorlatilag ezt sikerült most visszahozni az iPad-del, és hát nagyon sokan bíznak abban, hogy ezt sikerül majd visszahozni a 12-es iPhone-nal, vagy hát meglátjuk majd, hogy minek fogják nevezni. De lett 6 giga RAM a 4 GB helyett, alapból kétszer nagyobb lett a háttértár, a legtöbben talán ezt fogják elsősorban észrevenni, hogy most 128 GB-ot kapunk a korábbi 64 GB áráért, és ez egy Pro gépnél fontos. Lett egy ilyen széles látószögű optika, és lett egy ilyen LiDAR szkenner is, ami egy ilyen lézeres szkenner, és abban fog segíteni, hogy hát tulajdonképpen ennek a segítségével könnyebben fogunk IKEA-s bútorokat elhelyezni a lakásunkban, hiszen alapvetően az ilyen AR felhasználásban lépünk egy nagyot előre. A kijelző pedig maradt az, amit megszerettünk. 600 nit, szóval több, mint amennyit a 16-os MacBook Pro tud, és 120 Hz-es, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon hát ilyen sima, folyamatos a mozgás rajta. Ugyanaz a méret, ugyanaz a súly, maradt ugyanaz, ami eddig is volt, ami nem baj, mert eddig is egy jó gép volt, viszont emiatt talán felesleges lenne készíteni róla egy külön adást. Amiért elkészült az adás, és amire céloztam is ennek az epizódnak az elején, az valójában nem is az új iPad Pro, hanem valójában az, ami az iPad Pro mögött van. Az új tok, ami nem csak egy új tok, hanem valami, ami gyakorlatilag teljességgel újraértelmezi az, hogy mi is az iPad valójában. Igen, ez tulajdonképpen egy billentyűzet, touchpad, állványkombó, ami, hogyha csak ennyit néznénk belőle, akkor is baromi érdekes lenne, hiszen ugye néhány évvel ezelőtt még abszurdum volt elképzelni, hogy az iPad mellé billentyűzet kerül, és most meg már gyakorlatilag azt nem mondom, hogy egy kötelező része az iPadnek, hiszen meg lehet venni nélküle, de majd később visszatérünk erre, hogy mennyire nagyon nem érdemes. És kaptunk egy állványt is, ami meglepően jól használható, szóval eddig is volt egy ilyen rápattintható billentyűzet az iPadhez, viszont azzal nem tudtunk úgy dolgozni, hogy az ölünkben van a tablet, ez viszont messze menőkig alkalmas rá, tegnap kipróbáltam nyugágytól kezdve mindenféle spéci helyzetben, és az az igazság, hogy lehetett vele dolgozni, és lehetett vele gépelni. Viszont ami ezeken túlmutat, ami a billentyűzetnél sokkal érdekesebb, az a touchpad megjelenése, ami teljesen újfajta felhasználási lehetőséget ad, és ami talán kihozza az iPad-et onnan, ahova beszorult, méghozzá a tartalomfogyasztási, egy baromi drága tartalomfogyasztási eszközből. Most először azt mondhatjuk, hogy hát lett egy ilyen tartalomkészítő eszközünk. Ez a touchpad-es, billentyűzetes állvány dolog, ez az egyik legfontosabb lépés eddig az iPad történetében, ami valamelyest talán rá is világít arra, hogy hát mennyire elhibázott volt eddig a koncepció. Na nem szubstanciálisan, hiszen annak mindig is volt értelme, hogyha az ember kizárólag tartalmat akar fogyasztani, akkor azt egy nagyobb kijelzőn, nagyobb élvezettel teszi, mint egy kisebb kijelzőn, és egy ilyen nagy, könnyű, lepattintható, és nem is lepattintható, hiszen eredetileg csak a kijelző volt, szóval egy ilyen nagy, könnyű kijelzőn nagyobb élvezettel tesszük, mint egy laptopon, ahol egy csomó
felesleges dolgot is cipelünk magunkkal. Viszont nagyon sok éve dolgozik már az Apple azon, hogy az iPad legyen a következő számítógépünk. Gyakorlatilag ezzel is mutatták be, hogy ez egy ilyen generációváltás, viszont erre egészen mostanáig nem volt alkalmas, és szóval eltöltve egy-két napot ezzel a konfigurációval rájövünk arra, hogy egész egyszerűen azért nem, mert ez így nem alkalmas rá, ez meg így alkalmassá. És az az igazság, hogy nagyon-nagyon jól sikerült eltalálni azt, hogy mire is vágyik az ember. Szóval a billentyűzet az baromi jól sikerült, pontosan olyan, mint az új 16-os MacBook Pro-n, meg a MacBook Air-en. Ez nem valami olyasmi, mint amit szeretünk, hanem ez konkrétan ugyanaz, amit szeretünk, jó rajta a gépelés, gyorsan megy, pontos az egész és megfelelő a mérete is. Alul van a touchpad, ami a másik... Hát ez azért nem olyan jó, mint amit megszokhattunk a laptopon, de nem azért, mert bármi baja van a fizikájának, hanem ez tényleg elmozdul. Most nézem csak. Ugye a laptopnál már valójában nem mozog, csak így alulról meglöki az ujjunkat, amikor rákattintunk, és ezért aztán valószerűtlenül olyan az érzés, mintha lenyomnánk, viszont amikor áramtalanítjuk a gépet, akkor észreveszünk, hogy csak egy üveglapot mozgatunk, ami valójában nem mozog. Ez viszont tényleg lemegy. Szóval, hogy maga a kialakítása az, ami egy kicsit, hogy is mondjam, retardáltá teszi a laptopokhoz képest, hogy sokkal kisebb a touchpad, mint amit megszoktunk, viszont sokkal nagyobb, mint amit iPad-en eddig megszoktunk, hiszen eddig nem volt ilyesmink, és nagyon jól érzékeli az összes gesztusunkat, csinálja, amit kell, és hát az Apple-nél is rájöttek arra, hogyha már amúgy is billentyűzettel dolgozunk, akkor sokkal fárasztóbb felnyúlni a kijelzőre, és ott megböködni a következő menüpontot, vagy amit csinálni akarunk, mint hát mondjuk a hüvelykujjunkkal mozgatni a touchpadet. Szóval sokkal-sokkal gyorsabb, kényelmesebb ezzel a munka, és most már tényleg beszélhetünk igazi munkáról, de még nyilván mindig kompromisszumokkal teliről. Viszont szerencsére, hogy megértsük ezeket a kompromisszumokat, itt van egy teljesen másik gép, ami egy teljesen másik utat bejárva jutott el, hát nem azt mondom, hogy jutott el pontosan ugyanoda, ahova az iPad, mert hogy ez itt a Surface Pro X, a Microsoftnak a tabletje, aminek azért nem kell sehova se eljutnia, mert amikor ez sok-sok évvel ezelőtt megjelent, már egy ilyen billentyűzet touchpad kombóval hozták ki, és ez gyakorlatilag csak maradt azon az úton, ahova az Apple-nek sok-sok év alatt kellett, vagyis vagy, tehát sok-sok év alatt kellett eljutnia. És akkor most felmerül a kérdés, hogy ki csinálta jobban a dolgát, a Microsoft, aki eleve jól kitalálta, hogy milyen koncepcióra van szüksége az embereknek, vagy inkább az Apple, aki előbb az alapkoncepciót tökéletesítette, és csak amikor már készen volt minden, akkor kezdte el, hát komolyítani a gépet. Azt minden esetre ennyi év távlatából kimondhatjuk, hogy a Microsoftnak végig igaza volt. Amennyiben nem csak egy nagy mobiltelefonként tekintünk a tabletre, amivel pontosan ugyanazt csináljuk, mint a mobilunkkal, csak egy kicsit nagyobb keretek között, akkor igenis szükség van ezekre a kiegészítőkre, és ezt Redmondban tudták már a legelején. És egy olyan tablettel kezdtek el kísérletezni, amihez volt használható billentyűzet, touchpad, amihez volt támaszték, hogy kényelmesen az asztalra tud rakni, és amihez a legtöbb esetben volt olyan operációs rendszer is, ami hát gyakorlatilag megfelelt az összes olyan kívánalomnak, amit támasztunk egy ilyen praktikusan munkára is használható rendszerrel szemben. Ehhez képest az iPad-nél ugye nem csak a hardware-es elemek hiányoztak, hanem maga az operációs rendszer is messze menőkig alkalmatlan volt, nagyon hosszú időn keresztül a munkára. De aztán beraktak mindenféle split screent, meg multiscreent, meg párhuzamos felhasználási lehetőségeket, szóval hogy nagyon-nagyon sokat reszeltek ezen a szoftveren és a hardveren, hogy aztán elvileg ugyanazt tudja, mint ez, de tényleg ugyanazt tudja ez a két gép? Hardveresen kb. Szinte lehetne is egymás másolatainak nevezni őket, ha nem tudnánk, hogy az iPad a másolat. Gyakorlatilag mindegyiken csak USB-C bemenet van, bár azt is tegyük hozzá, hogy ezen a gépen rögtön kettő, míg az iPad-en csak egy, és ezen az sem változtat sokat, hogy ezzel a billentyűzetes kiegészítővel kaptunk még egyet, mert amit kaptunk, az csak töltésre alkalmas. Ha adatot is akarunk bevinni, akkor ezt kell használnunk itt a fenekén. Ezzel együtt bár a Microsoftnak sok éve volt arra, hogy reszelje a koncepciót, az Apple meg tulajdonképpen új szereplő ezen a billentyűzetes touchpad-es piacon, amennyiben tabletről van szó, viszont laptop fronton meg nagyon is jól áll ebben a harcban, köszönhetően annak, hogy hát megjárta a hadakútját a szarkis butterfly billentyűzettel, meg annak, hogy a touchpadben mindig is nagyon-nagyon erős volt ez a cég, és ennek köszönhetően nem lehet azt mondani, hogy a Microsoft billentyűzet touchpad kombója kényelmesebb vagy jobb lenne.
olyan a kialakítása, hogy szöget zár be az asztallal, és emiatt aztán mondhatnánk azt, hogy kényelmesebb használni, viszont mivel egy ilyen többé-kevésbé puha anyagról van szó, miközben gépelünk, így imbolyog össze-vissza, ennél sokkal stabilabb az, amit az iPad mellé adnak. És itt van ez a támaszték is hátul, ami olyan praktikusnak tűnik, mert hogy sokkal tágabb határok között állítható, mint az iPad, aminek igazából van egy ilyen becuppantott állapot, egy kicuppantott, meg egy ilyen nagyon kinyitott, viszont a legtöbb esetben ez bőven elég. Szóval a Microsoftnál nagyobb a mozgástér, de valójában mindent egy icipicit olyan rosszabbul tud. Nem rosszul, mert baromi jól tudja, de mindent egy kicsit olyan, olyan nyöszörgősebben. Az aksi időben ugyanakkor már vannak jelentős különbségek, ami azért is meglepő, mert amit a Microsoft ad, az most nem egy ilyen Intel processzorral, vagy AMD processzorral szerelt A-tablet, ami valójában egy PC, hanem ebben tényleg egy ARM processzor van, aminek köszönhetően gyakorlatilag ugye folyamatosan be van kapcsolva az eszköz, mert hogy az ARM processzorok alapvetően kisebb fogyasztással bírnak, viszont nem elég kicsi fogyasztással. Szóval ennek körülbelül 7 óra az üzemideje, és az iPadnek hozza a szokásos 10 órás üzemidőt. És ez azért gond, mert a Microsoftnál komoly véráldozattal járt az elvileg nagyobb üzemidő, bár tegyük hozzá, hogy a többi Surface is ilyen 6-7 órát bőven tud Intel processzorral, és azokon igazi Windows 10-es van még ezen ilyen ARM Windows 10-es, ami azt jelenti, hogy az operációs rendszer pont úgy néz ki, mint amit megszokhattunk, csak baromira nem lehet az összes alkalmazást telepíteni rá, amit egy Windows-os környezetben megszoktunk, maximum ilyen emulált módban, ami meg hát nyilvánvalóan borzasztóan visszaveszi a teljesítményt. Ráadásul elő is kerülnek benne ilyen szokásos Windows-os hülyeségek, szóval, hogy a billentyűzet például működik, de a hangerő gombot nyomogatom, és nem változik a hangerő a tableten. Tehát, hogy elindítok egy videót, megy a videó, és nem tudok hangerőt változtatni rajta, mert és ezzel egy csomószor találkoztam, nem csak ennek a gépnek az esetében, hanem mindenféle Windows-os PC járkál nálam, és akkor nem működik a hangerőgomb, és akkor hívom a gyártót, hogy mi a fene van, és mondja, hogy ja persze, új operációs rendszer verzió jelent meg, és az meg nem kompatibilis a DLL-el, vagy mit tudom én, hogy mi a tökömmel, de hogy egy Microsoft terméknél se legyen kompatibilis a hardware a szoftverrel, szóval hogy ezek azért, na... bosszantó hülyeségek. Ezzel együtt, ha eltekintünk azoktól az alkalmazásoktól, amiket megszokhattunk, akkor már is észrevesszük a koncepcionális különbséget a két eszköz között, hiszen ez tulajdonképpen egy Windows PC megjelenésében, használati lehetőségében, minden egyébben, amit egy gombnyomással át tudunk rakni egy hát valamiféle tablet nézetre, de azért látszik, hogy a Microsoft elsősorban nem tablet operációs rendszert fejleszt, hanem számítógépes operációs rendszert, és alapvetően még ha át is váltunk tablet nézetre, folyamatosan azok a grafikai elemek köszönnek vissza, amit hát gyakorlatilag már 20-25 éve megszokhattunk a Windows-on, sőt, tehát igazából a Windows 3.1-esnél is már felbukkant egy csomó minden. Szóval ez alapvetően egy átlagos számítógép, aminek le lehet csattintani a tetejét, és akkor onnantól kezdve tudunk úgy, mit tudom én, filmeket nézni rajta, vagy tudunk úgy YouTube videókat nézni rajta, hogy nem kell az egészet a kezünkbe fognunk, hanem csak úgy szórakozunk ezzel a vékony maradékkal. Viszont itt teljesen más a koncepció. Itt van egy végletekig csiszolt operációs rendszer, egy tablet operációs rendszer. Kizárólag ezt kapjuk meg, és maga a gép egyébként a billentyűzet nélkül nagyon-nagyon könnyű, szóval ilyen 600 valamennyi gram. Viszont, hogyha dolgozni akarunk vele, akkor pattintjuk rá a billentyűzetet, és akkor kezdjük el kihasználni azokat a lehetőségeket, amik az elmúlt néhány évben jelentek meg az iPadben, és akkor most felmerül az a kérdés, hogy eljutottunk-e odáig, hogy az iPad alkalmas-e nagy intenzitású munkára, és az a helyzet, hogy úgyfest, hogy igen. Feltételekkel? Kompromisszumokkal? De úgy fest, hogy igen. A gesztus vezérlés ezzel a touchpaddel valahogy sokkal természetesebbé, egyértelműbbé vált. A munka is sokkal gyorsabb azáltal, hogy nem kell a billentyűzetet folyamatosan elengednem, hogy valamit csináljak a kijelzőn, hanem csak a hüvelykujjammal mozgatom az ikonokat, vagy az ablakokat, vagy az ablak elrendezést, vagy bármi ilyesmi. Ezek az osztott képernyős dolgok is meglehetősen kifinomultá váltak az elmúlt években, már azt is tegyük hozzá, hogy azért nem tökéletesek, szóval. Bár tudom, hogy mit kell csinálni, nagyon sokszor olyan akadozva történik a dolog, és itt most nem arra gondolok, hogy a hardware-en kifog a szoftver, hanem hogy oda nyúlok, elvileg azt sem, amit csinálni kell, de nem történik meg, és akkor nem tudom, hogy rosszul nyúltam, mert nem a megfelelő pixel halmot találtam el, vagy csak a rendszer nem fogja fel, hogy mit akarok, szóval, hogy valahogy nem annyira intuitív, mint amilyennek lennie kéne. És az is tény, hogy alapprogramok is hiányoznak az iPadről. Hogyha az ember egy teljes Photoshopot akar, akkor nem fogja megkapni. Hogyha az ember megszokta a Final Cut 10-est, akkor át kell szokni egy más
akármilyen vágóprogramra, és azzal kell megismerkedni, és ezek a tanulási folyamatok azért meglehetősen gyötredelmesek, hogyha az ember agya ráállt már egyfajta rendszerre. De az is tény, hogy ezeken a gyötrelmeken túl lehet lépni, hogy meg lehet tanulni ezeket az új szoftvereket, és ezek meglepően jól működnek egy csomó esetben, és hogy ami, hogy is mondjam, számomra váratlan volt, hogy ez az osztott képernyős elrendezés, hogyha az ember igazán megtanulja, hogy mit, hova kell rakni és hogyan, hova kell nyúlni, már sokkal kevésbé akadályozza az embert a munkában, mint korábban, de az is igaz, hogy az ablakos elrendezés, amit mondjuk egy Windowsos gépnél vagy egy Macnél megszoktunk, még mindig gördülékenyebb munkát tesz lehetővé, mint amit az iPad biztosít. Viszont nagyon sokat dolgozott le a hátrányából ezzel a billentyűzet touchpad kombóval, és ez a hátrány, ez lehet, hogy csak nekünk hátrány, akik megszoktuk ezt a fajta használatot, miközben, ahogy azt már korábban is mondtam, ott van például a lányom, aki gyűlöl leülni a számítógép elé, amikor azon kell tanulni, és sokkal könnyebben eligazodik mondjuk a tableten, és mindenféle feladatot meg tud azzal is csinálni, amit a tanár kioszt neki. Na és akkor itt van két gép, amik látszólag pontosan ugyanazok, de valójában nem is különbözhetnének jobban egymástól. Itt van a Microsoft gépe, ami ugyan tablet, de valójában egy Windows PC, igaz, egy korlátozottan felhasználható Windows PC, aminek a kijelzőjét, hogyha nagyon akarjuk, lepattinthatjuk, és onnantól kezdve élvezhetjük a filmeket úgy, hogy hát igen, most megakadt például az elforgatás, szóval, hogy igen, szóval, hogy ez nem úgy működik, mint ahogy... Szóval, hogy ne egyszerűen nem működik. Ez tabletként egyáltalán nem funkcionál. A Windows nem alkalmas arra, hogy visszaadja azt a tablet érzést, amit az Android, vagy akár, és leginkább az Apple tud. Viszont ez egy nagyon-nagyon jó pofa számítógép lenne, ha lehetne számítógépként használni, de ugye abban is azért vannak nagyon-nagyon komoly kompromisszumok. Minden esetre az látszik, hogy a koncepció, amit kitalált sok-sok évvel ezelőtt a Microsoft, és ami... ez megvan. Szóval a koncepció, amit sok-sok évvel ezelőtt kitalált a Microsoft, az bevált. Szóval egyértelműen ez a tabletnek az útja, csak az az érdekes, hogy ezt a koncepciót nem a Microsoft csinálta meg a legjobban, hanem a koncepcióban gyakorlatilag újonc Apple. És bár a gyártó azt mondja, hogy a következő számítógéped nem egy számítógép lesz, hanem egy iPad, gyakorlatilag most 2020-ban még mindig azt mondhatjuk, hogy hát úgy nagyjából. És felmerülnek egyéb kérdések is, ugye, hogy ez egy 500 000 forintos számítógép, és ugyanezért az árért már kaphatsz egy 13-as MacBook Air-t, méghozzá egy viszonylag erős MacBook Air-t, és akkor az ember mondhatná azt, hogy jó, de hogy ez mennyivel könnyebb, de hogy valójában semennyivel sem könnyebb. Ez a cucc, ez pontosan ugyanúgy 1,3 kg, mint a MacBook Air, sőt ez valami 40 grammal még nehezebb is annál, és akkor viszont felmerül, hogy melyikkel jobb dolgozni. Hát szerintem itt inkább egy teljesen másik kérdés fog nagyon-nagyon gyorsan felmerülni. Mégpedig az, hogy mi szükség van egyáltalán a MacBook Air-re? Azt látjuk, hogy az Apple nem fogja elengedni az iPad-et, baromi nagy erőket öl a fejlesztésébe, és roham léptekkel halad előre, és most már az olyan konzervatív felhasználókat, mint amilyen én vagyok is, kezd meggyőzni arról, hogy bizony, némi kompromisszummal, de az iPad bőven használható munkagép, amikor meg egyszerűen csak szórakozni akarok, akkor ez a 600 valamennyi gram, ami itt marad a kezembe, sokkal alkalmasabb a szórakozásra, mint egy laptop. Viszont akkor... Szóval, hogy akkor mit csinálunk mi az Air-rel tulajdonképpen? És hogyha eljutunk eddig a felismerésig, akkor nagyon könnyen eljuthatunk egy következő felismerésig, hogy számítógépekre az Apple-nél már igazából csak akkor van szükség, hogyha valóban nagyon komoly és bonyolult munkát akarunk végezni. Hiszen alapszintű munkáknál, bár ez a gép nem olcsóbb, mint az Air, sokkal gyorsabb annál, és bizonyos értelemben kényelmesebb is használni. Nem mindig, de nagyon-nagyon sok esetben. És hogyha ezeket így egymás mellé rakjuk, meg mellé rakjuk azt is, hogy az Apple szerint a következő számítógépünk már nem egy számítógép lesz, hanem egy iPad, akkor én igazság szerint leginkább azt látom magam előtt, hogy néhány éves távlatban bizony el fog tűnni az Air, és mindaz, amit képvisel, és csak a Pro kategória marad meg azoknak a felhasználóknak, akiknek igazán izmos teljesítményre, és a régi szoftverekre, meg a régi ablakkezelésre van szükségük, és a nagy tömegek azok bizony át fognak szokni az iPad-re, vagy már át is szoktak az iPad-re, és sokkal inkább ezt fogják számítógépként használni. Ha mások nem, akkor azok, akik most tanulják a számítástechnikát, és már egyáltalán nem tudnak mit kezdeni az ablakokkal, egyáltalán nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy egy csomó minden van egymás mellett, mert hogy az ő agyukban már máshogy áll össze a rendszer, és ezt a másfajta rendszert kezelik pont olyan hatékonyan vagy hatékonyabban, mint mi, a régi fajtát. Na és akkor ennyit az eszközről, a végére pedig jöjjön egy ilyen szponzorblokkal egybekötött
játék. Szóval körülbelül 2 héttel ezelőtt volt itt a csatornán egy online biztonsággal foglalkozó rész a KNTH Bank jóvoltából, amiben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hogyan ne lopják el a pénzünket különböző online felületeken. Például megtanultuk, hogy az appokat érdemes a hivatalos alkalmazás boltokból letölteni, a banki pénzügyi appoknál meg érdemes a bank oldalára elmenni és ott rábökni az appra, amiről aztán átugrunk az App Store-ra, de biztos, hogy egy jó appra ugrunk, és nem valamiféle ilyen csaló kamu appra. Tök jó a PayPal meg az Apple Pay, de csak akkor, hogyha biztosítjuk a megfelelő biztonságot. Például a 2 lépcsős hitelesítést, vagy a kártyalimitet. Beszéltünk az internetes biztonsági kódról, amit hogyha igénylünk, akkor a megfelelő kompatibilis kereskedőknél egy plusz biztonságot ad a vásárlás folyamatába. Sőt, még a SZA is előkerült, ez az új európai biztonsági eljárás, ami hát gyakorlatilag előírja, hogy a meglévő 3 opcióból legalább 2-nek rendelkezésre kell állni ahhoz, hogy megfelelően biztonságos legyen a folyamat. Szóval abból, ami az ügyfélnél van, vagy amit az ügyfél tud, vagy ami azonosítja az ügyfelet, legalább 2 kell, és hogyha ez a 2 megvan, akkor hát akkor jó eséllyel nem vert át minket senki, hanem tényleg mi akarunk költekezni. Ha valaki nem látta ezt az adást, akkor jó szívvel ajánlom, mert van benne egy csomó hasznos tanács azzal kapcsolatban, hogy hogyan kerüljük el az online pénzügyi csalásokat. Ez jó lehet olyan rokonoknak is, akik csak most ismerkednek ezzel a műfajjal. Ráadásul tőletek is érkezett egy csomó nagyon-nagyon hasznos és praktikus sztori a kommentekben, ami segít egy kicsit felkészülni minket arra, hogy mi is várható a félelmetes online pénzügyi térben. Amiként egyáltalán nem félelmetes, csak felkészültnek kell lennünk. És a végén volt szó a KNTH edukációról is. Ez egy néhány hónapja indult kampány az online biztonságért, tulajdonképpen egy tanfolyam, amiben különböző témakörök vannak, és hogyha elvégezzük ezt a tanfolyamot, akkor nem kell attól félnünk, hogy mondjuk ellopja az összes pénzünket egy nigériai herceg. Egy száműzött nigériai herceg. És beszéltünk a KNTH játékáról is, ami elsőre csak egy tesztnek tűnik, de valójában egyáltalán nem az. Hiszen egy ilyen, igaz, hogy teszteket kell végrehajtanunk, és különböző kérdésekre kell válaszolnunk, de az egész sokkal inkább emlékeztet egy ilyen RPG-re. Igen, ahol elvégezzük a küldetéseket, témakörökbe mélyedünk el, mindenféle bónuszpontokat és fejlődési lehetőségeket gyűjtünk, hogy aztán a végén mindezt összerakjuk, és ilyen játékos formában nem csak így beépüljön az agyunkba a tudás, hanem eljussunk a lehetséges nyereményekig, mert hogy nyeremények is vannak. Van 3 laptop, 2 kétkijelzős mobil, vannak okosórák, vannak fülhallgatók. Na hát ez a játék még mindig fut, és a videó alatti linkre kattintva azonnal bele is lehet vágni, érdemes kipróbálni, mert szórakoztató, mert jó a grafikája, és mert ott vannak a nyeremények. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, nem sokára találkozunk. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!